101 éves Derevlyanyik Mikola ma leadta szavazatát Ungváron, akit a lánya Vajdafi Lubomira kísért el. Közel 11 órakor a 101 éves Derevlyanyik Mikola így halad az Ung folyó partján a Sevcsenko Tarasz nevét viselő gimnáziumban elhelyezkedő szavazóhelyiséghez. Abban reménykedünk, hogy az új parlament nem fogja elfelejteni, hogy mi választottuk meg, és igyekezni fog betartani minden ígéretét. Derevlyanyik Mikola 1917. október 22-én született. Akkor Kárpátalja az osztrák-magyar monarchiához tartozott. Már az ötödik állam levegőjét szívom. 19 évesen a cseh hadsereg katonája lettem. A cseh hadsereg egy olyan aranyhadsereg, amelyben egy életen át lehet szolgálni. A szolgálat felkészített az életre. Rádióüzemeltető és távíró lettem ott, ami által a nemzetközi kódrendszeren keresztül bármely országban tudtam dolgozni. Így helyezkedtem el a postán, ahol 50 évet dolgoztam le. Derevlyanyik Mikolának van egy lánya, egy unokája és egy dédunokája is. A férfi egyedül él, és azt nyilatkozta, hogy képes egyedül takarítani és főzni is. Nem vagyunk teljesen elválasztva egymástól, hisz tartjuk a kapcsolatot a telefonon keresztül. Mindig azt mondják, hogy látnak engem maguk mellett, de ők már csak ilyenek, hála az égnek. Nem tudom, hogy a következő választásokra ki tudok-e majd válszorogni. Mint minden vasárnap, a szavazás után is Derevlyanyik Mikola a családjával együtt templomba ment. A 210.761. számú szavazóhelyiség és a rendőrség képviselői 3 óra 30-kor indultak el leadni a szavazólapokat a 68-as számú választókerületi választási bizottsághoz. A 210.761. számú szavazóhelyiség Ungváron az 5-ös számú szakiskolában került elhelyezésre. Koluka Artyom volt az egyik, aki még zárás előtt le tudta adni a szavazatát. Lembergbe voltunk ma, és nem gondoltuk, hogy érkezünk még szavazni. De az utolsó pillanatban ez mégis sikerült. Sajnáltuk volna, ha pont akkor nem tudunk szavazni, amikor ilyen a helyzet az országban. Van egy kislányunk, és az ő jövője a tét. A szavazóhelyiség 20 órakor zárt be. Puravec Olekszandr, a szavazóhelyiség vezetője azt nyilatkozta, hogy összesen 716-an jöttek el szavazni. Már becsomagoltuk az ellenőrző talonokat és a szavazók névsorát is. Az előzetes adatok alapján az 1295 szavazóból 716-an jöttek el. Eddig semmi fölösleget nem találtunk, minden ellenőrző talont megkaptunk. Most fogjuk elvégezni a végleges számításokat. A szavazóhelyiség dolgozói és a rendőrség képviselői 3:30 környékén szállították el a szavazólapokat a 68-as számú választókerületi választási bizottsághoz. Közel 2,5 órája várunk már. A 19. számot vettük el. Amikor ide érkeztünk, 30-ak voltunk a sorban. Valahol már azt is hallottuk, hogy 65-ek vagyunk. Pont most jöttünk be. Tehát, ha jól értem, körülbelül ennyit kell várni. Tehát, hogy 30-an jutottak be. A meglévő program alapján ellenőrzik le. Talán minden megegyezik, legalábbis reméljük. Lényegében mindegy, vannak akik itt állnak, néha kijönnek, átcsinálnak valamit, tehát na.